Itt vagyunk Dárccal, a Warnernek a főhadiszállásán, és abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy exkluzívan bejöhettünk a Mad Max-et megnézni. Te ugye játszottál is a játékkal. Mik az első benyomásaid? Szia! Igen, itt most álltam fel a játékkal itt az zárt ajtók mögött. Elsőre, megmondom őszintén, nagyon impozáns. A látványvilága, a Mad Max hangulat nekem abszolút bejött. Az irányítással voltak némi fenntartásaim, úgy érzem, egy picit csiszolásra szorul, de elsőre azt mondom, hogy jó lesz ez. Klasszikus akciójátékról van szó, tehát az igazi Mad Max hangulat átjön, amit a filmekben tapasztaltunk? Hát igen, elsősorban a hangulat, tehát az mindenféleképp. Az, hogy itt a sivatagban róhatjuk a fejleszthető autónkkal a világot, és folyamatosan mindenféle impulzusokba ütközünk, hol megtámadnak, hol egy outpost van, hol egy főhadiszállást kell megsemmisíteni. Itt a játék alatt az egyik fejlesztővel játszhattam, aki segített, illetve fogta a kezemet, és az volt a feladat, hogy eljussunk egy missionig, és akkor abba belekóstoljunk, de nagyon messziről indult az egész, és hát egyszerűen nem is sikerült eljutni a magáig a mission kezdéséig, mert annyi minden történt útközben. Például egy hatalmas homokviharba futottunk, és éppen ezért meg kellett állni, ki kellett szállni, megkért a fejlesztő, hogy szállj csak ki, nézd meg, milyen érezd a homokot a szemedbe, és mindemellett folyamatosan mindenféle tárgyakat ugye sodor a szél, amikbe mindenféle lútok is lehetnek, ez külön kiemelte a fejlesztő kolléga, hogy azért nem feltétlenül olyan veszélyes ez, ha bátor vagy, menjél csak a homokviharba, mert akár Some loots can be reached. Ugye egy sandbox játékról beszélünk, mennyire láttad át, mekkora területek járhatóak be a játékban? Hát azt leszámítva, hogy ahonnan indultam, nem tudtam eljutni a missionig, mert nagy volt a táv és túl sok minden történt, nagy, mutatta a fejlesztő a térképet. Hát én egy nagyon pici szeletét jártam be, annak ellenére, hogy nagyon nagy, több teritorium van, ott különböző főhadiszállások, ahol a teritoriumokon belül újra lehet éledni, azokat ugyanúgy fel kell szabadítani, rengeteg outpost van, amit le kell gyűrni, ugye megtisztítani a terepet. Hát nem tudom mekkora, de az én meglátásom szerint hatalmas. Ugye klasszikus akciójáték, ahogy említettük, fegyverekről mesélj nekem egy picit. Igazi agyatlan lövöldözés? Ezt azért nem mondanám, ez nagyon fura is volt nekem, mert amíg az autóban ülök, addig a fegyverarzenál nagyon tág, különböző shotgunokat használhatok, bombákat dobálhatok, ilyen grappling hookkal lehet rángatni a dolgokat, és a sniper is csak autóban használható, ami számomra furcsa volt. Tehát, hogyha sniperezni akarok, akkor az autóban kiválasztom, és akkor helyet cserélek a platón átsorgó fickóval, és akkor én kezdek el ugye lőni. Viszont, ha kiszállok a kocsiból, akkor csak egy shotgunom van, egy fejleszthető shotgunom, illetve a közelharci lehetőségeim, például sniperezni csak úgy állva a kocsin kívül nem lehet, ami egy picit furcsa. Megjelenésről esetleg tudsz-e valamit, vagy megtudtál-e valami infót? Nem, ezt nem kérdeztem, de ha jól tudom, év végén jön, mert eléggé késznek tűnt a játék, bár az irányításon én úgy érzem, még azért kellene mit csiszolni, de ha jól tudom, év vége, de ezt majd. Köszönöm szépen!